Sziasztok! Fitpoint mozgásközpontból jelentkezünk, utolsó blokkunkkal jövünk, ez egy jó kis törzsblokk lesz, kicsit másképp. Megdolgoztatjuk a törzset és nyilván mellé a vállat, kart, igazából mindent. Aztán utána már csak egy jó kis nyújtás lesz hátra. Tartsatok velünk, aki végigcsinálta az előző 4 blokkot azért, aki nem, az meg azért. Úgyhogy akkor kezdjük is. Terpeszállásban vagyunk, csipőszélesnél egy picit szélesebb, párhuzamosak a lábfejek, tartod a súlyzót bal kézbe, elő, valami szétesett, elnézést, elő tartod, vállak leengedve, jó, és felemeljük lassan, megtartod, és csúsztat a jobb kar, súlyzót nézed, dönt a törzs, vissza, és le, fel, dönt a törzs, vissza, és le, fel, dönt a törzs, figyelsz a válladra, és le, fel, dönt a törzs, figyeld a súlyzót, jó, ez a gyakorlat nem csak a törzset dolgozza meg, és a törzs alatt nem csak a hasizmot értem, hanem a hátizmokat is, hanem nagyon szépen dolgozik a váll, és a csípő is, fel, az. És le, fel, és le, na még négyet, fel, és le, fel, és le, fel, de jó ez a szám, és le, és egy utolsó, fel, és le. Jó. Letesszük, lejövünk a talajra, leteszünk egy 5 kilós súlyzót, de lerakhatod azt is, amivel dolgoztál. És csak ennyi. Figyelsz a csípőre. Szorít a popsi, feszít a törzs. Azaz, na még egy picit. Jó. Két kar között van a súlyzó. Csak jobb oldalra fogunk kifordulni. Kifordulunk, megfogod a súlyzót. Föltől és vissza. Kifordulsz. Föltől és vissza. Ez az. Kifordulsz. Feltől és vissza. Kifordulsz, feltol, nagyon fontos, hogy a medence, kifordulsz, nem esik be, látjátok? Kifordulsz, végig fenntart a medence, egy pillanatra sem esik be, és végig feszít a has. Azaz, lassan, kontrolláltan dolgoznak a lányok, figyelnek a vállra, figyelnek a törzsre. Ez az, kifordulsz, felnyújt, és vissza. Na még egyet. Kifordulsz. Felnyújj. És vissza. Nagyon jó. Lecsücsülünk a szőnyegre. Megfogjuk a kis súlyzónkat. Hátul van. Ez az. Nincs nyújtva a láb, enyhén hajlítva. És felülünk. És behúz a láb. Ide fel is húzhatod, és nyújt a súlyzó. Le. És fel. 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 Le. Fel. Le. Fel. Le. Fel. Na még? Fel. Még, fel, és még egy, jó, most megfogjuk mind a kettőt, nyugodtan foghatok kisebb súlyzót,
picit hátrébb jövök, vagy inkább ezt rakom odébb. Szűken vagy, tartod magad, ezt a gyakorlatot csak haladóknak ajánljuk, de inkább megfordulok. Tartod magad, fönt a medence, amennyire megy, nyilván ha nem megy, akkor lejjebb sülyezted, és kiemel a súlyzó. Fel, és vissza. 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 Ugye milyen szépen csinálják? És vissza. Fel, és vissza. Fel, és vissza. Fel, nagyon jó. Nagyon szeretnek. Ezért jó edzőnek lenni. Na még egy kicsit. És csak rugózunk. Mindezek után. Lassan, 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 lassan. Na még. Picike. Rugó. Rugó. Jó. És felállunk. Oké. Jön a másik kar. Hú, ez a zene, ez. Jó lesz, ha? Másik kar. Tartjuk elől. Combunknál van a másik. Felnyújtod. És dönt. És vissza. És le. Felnyújt. Dönt. Vissza. És le. Fel. Nézed a súly. Figyelsz a vára. És le. Fel. Dönt. És le. Fel. Dönt. És le. Jó, mindkét oldalra csinálj 16-ot, mi most nem fogunk időszűkében. Még kettő. Azaz. Még egy. Jó. Megyünk le a talajra. Megfogjuk a szőnyeget. Letesszük a súlyzót. És jön a kis kedvencünk. Át, vissza, vissza. Vissza, vissza. Vissza, vissza. Nyilván nem muszáj ebbe a tempóba dolgozni. Dolgozhatsz lassabban is. Úgy még nehezebb. Ez a szép lassan. Aha. Na még, még, egy picit. Javaslom, hogy csinálj belőle 24-et. Jobbal, az számít egynek, jó? Oké? Marad a súlyzó, ki fogunk fordulni. És most csak a bal oldalra, jó? És készülünk. Kifordulsz, felnyújt, és vissza, és vissza. Kifordulsz, felnyújt, és vissza. Kifordulsz, felnyújt, és vissza. Kifordulsz, felnyújt, és vissza. Felnyújt, és vissza. Kifordulsz, felnyújt, vissza. Kifordulsz, felnyújt, vissza. Na még kettő. Kifordulsz, felnyújt, és vissza. Ugye ebből is 16-ot csinálsz. Jó. Lefekszünk szépen a szőnyegre. Lassan lejár a zenénk is. És az utolsó gyakorlatunk. Behúz, és nyom. Behúzod, és nyújtod. Behúzod, és nyújt. Behúz, nyújt. Behúz, nyújt. Na még, nyújtod. Behúz, nyújt. Behúz, nyújt. Behúz, jó. Hát nagyjából ennyi volt a törzsblokkunk.
Jó, ezt még kiegészítheted nyugodtan, hogyha nem volt elég, vagy csináljál belőle több ismétlést. Én mindenképpen azt csinálnám egyébként, hogy 24-32 ismétlést, vagy növeld a súlyt. Rengeteg megoldás van, rád van bízva, hogy neked melyik a szimpatikus. Bármelyiket csinálod, biztos lehetsz benne, hogy fejlődni fogsz. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Most már csak a nyújtás van, ami nagyon fontos. Sose felejts el nyújtani edzés után. Köszönjük szépen, sziasztok! We'll be right back.